Ott nálunk a feldolgozóban egy bogyózógép van, a szőlőt betesszük a bogyózógépbe, egész egyszerűen a bogyókat leszedi a kocsájról, a kocsát kidobja, és onnantól kezdve csak a bogyó és a must, az összeroppantott bogyó és a must megy bele, nem egy nagy tartály, egy kóracél tartály. A rozé az kb. Egy óra múlva megszületik, olyan értelemben az a must, amit betettünk ebbe a tartályba, egy óra múlva mi leengedjük a mustot. És betesszük a mustot egy olyan tartályba, ahol elkezdjük hűteni. 14 Celsius fok, vagy az alá hűtjük, ez a hő elég ahhoz, hogy az élesztők nem aktivizálódnak, és nem indul el az erjedés ilyen egyszerű. Én egy kicsit másképp látom a bort, magát a bort, mint általában az emberek. Én őszinte hittel hiszem, hogy a bor az egy olyan élőlény, mint mi. Nem is lehet máshoz hasonlítani. A bor olyan, mint az ember. És hogy miért mondom ezt? Aki évtizedeken keresztül a bor körül forgolódik, annak meg kellett már tapasztalni, hogy amikor megszületik a bor, most tök mindegy, hogy egy fakádba, vagy egy kóracéltartályba, én biztosan tudom, hogy ebből a tartályból leengedtem a boromat. Egyik hordóba, másik hordóba, harmadikba. Tehát biztosan tudom, ugyanarról a borról van szó. Nem telik el 3 hét, minden hordó önálló lelket kap. Minden hordó egy picit valamiért, nem tudjuk miért, egy picit más lesz. Pedig tudom, hogy ugyanaz van benne. Ezt úgy képzelik el, úgy értik meg igazán, hogy ha maguk elé képzelnek egy nagy családot, ahol legalább 5 gyerek van. És mind az 5 gyereket a családban ugyanaz a szeretet, ugyanaz a rosszaság, ugyanaz a hatásért, de mégis minden gyerek totálisan más. Ilyen a bor. Számtalanszor átélem, hogy amikor a bor megszületik, akkor elém áll, szemközt röhög, és azt mondja, hogy hagyjál békén, bizigi, mint amikor egy rossz, rakoncátlan gyerek elkezdi az életét. És ezekkel nem is tud mit tenni az ember. Hát egyet biztosan tudom, hogy nem lehet püfölni a gyereket abban az időben, mert az egy tragédiához övezt. A borba meg nem lehet belepiszkálni, kivenni, meg betenni dolgokat. Hát akkor mi a fenét lehet? Mind a kettővel ugyanazt. Egy végtelen nagy szeretettel megállni mögöttük, és óvatosan megpróbálni jó irányba terelni az életüket. Ez a legtöbb, amit megtehet az ember. És a gyerekünknél észre fogjuk venni, ha így teszünk, ő lassan-lassan elindul egy úton. Beiratkozik az iskolába. Minden évvel okosabb lesz. Ha egy pici kurázs van a gyerekben, a legnagyobbat is el fogja végezni. Onnan úgy is úgy fog kijönni, hogy a rohadt életbe az én fejembe töltötték a tudományt, ha kell, ezt a frágy nyomvat, világot én megváltom most. Ezt kell érezni minden normális embernek. Persze, hogy nem így lesz. Tudtam nagyon jól, hogy ez a bor nem csak Magyarországon levert mindenkit az asztalról, de a világ legnagyobb borverseny is az lett az első. Tehát én biztos voltam benne, hogy megmutatom neki, engem az a nő nagyon fog dicsérni. Kitöltöm a bort, magamnak is gyorsan leülök a felszembe az asztalra, megforgatom, beleszagolok, elképesztő csoda, mint a kortyolvéz, hát elolvadok a gyönyörűségre. És várom, hogy dicsérjen. Megfogja a porra, megszimatolja, megkóstolja, rám néz, és nem mond semmit. Húha! Akkor ezt megijedem, gyorsan nézem, és valami elképesztő. És óvatosan kezdem. Mi van? Adja már valami. Megkóstolja másodszor is. Megint rám néz, megint nem mond semmit. Hú, akkor már gázol. Akkor már beindult a hajré. Megkóstolta harmadszor is, rám néz. És nem szól semmit, hanem elkezd zokogni. És ha ezt a pillanatot megértik, akkor értik meg, hogy mi a harmónia. Az ember életében vannak ilyen pillanatok. Ezekre nagyon kell figyelni. Ezt soha el nem szabad felejteni. Ez egy olyan fontos pillanat, ami az embernek elképesztően fontos. De a bor életében ez. Egyszerűen nem tudunk megszólalni, nem tudunk megnyikani. Végünk van. Hát ezt nagyon meg kell becsülni. És ezzel érdemes élni. Nem visszaélni, élni. És bárminnyire furcsa, a bornál ugyanúgy észre lehet venni, mint az embernél,
ettől a ponttól kezdve, ezután az ő élete kezd hanyatlani, mindig, hogy idősödik, egyre kevesebbet produkál. Bármennyire küszködünk, kiabálunk, vagy szentségelünk, és mindent megteszünk, hogy ne így legyen. Ez ellen tenni nem nagyon sok mindent lehet, ez a természet rendje. A borunk is éppen úgy, mint az ember, idősödik, egyszer csak méltóság teljesen, de meg fog halni, ha hagyjuk. Ezért nagyon fontos, hogy a bort mindig az ő legszebb pillanatában, a harmónia körüli állapotban szólítsuk ki, és akkor kell megígyük, mert akkor fog nekünk örömet okozni. Ez ellen különben, hogy ugye meghal az ember, meg meghal a bor, egyáltalán nincs is értelme, még csak háborogni se, mert ez a világ legtermészetesebb dolga, tehát ez abszolút biztonsággal kell elfogadni. Sokkal inkább azt hiszem afelé kell fordulni, amit mindig én imádtam külön az öreg embereket, én gyűjtöttem is valami módján őket valamikor, mert mindig ilyen idős öreg embereken tanultam meg sok mindent. Hát egyik alkalommal képzeljék el, hogy egy öreg ember, és azt mondja, Péter, én magát nagyon szeretem, ezért figyeljen ide, elárulok magának valamit. Jól figyeljen, mert nem akármit mondok. A világban majd kétfajta emberrel találkozik. Az ostoba emberrel, meg az okos emberrel. Az ostoba embert így fogja megismerni, és mutatta nagy lapát tenyerét, itt tartotta, lerajzolt egy ilyen pici kört. Ennek az ostoba embernek ilyen pici tudása lesz. Majd meglátja, ez a fajta ember mindig nagy pofája. Ez mindig hőzöngeni fog, mert az ő kis tudását egy nem nagy nem tudás felett vesz körül, ezért ő mindig biztos azt hiszi, hogy te szűz már el, milyen okos vagyok. Az öreg lerajzolt egy ilyen nagy kört. Na ez lesz a nagy tudású ember. Ez az embernek halk, visszafogott, mert ő meg azt vette észre, hogy az ő viszonylagos nagy tudását egy jóval nagyobb nem tudás felett veszi körül.